Bemelegítéssel kezdődött csütörtök délelőtt az asztali tenisz országos diákolimpia döntője a Mercedes-Benz Sportakadémián. A FODIS, vagyis a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége versenyére 14 megyéből érkeztek fiatalok. Hátrányos helyzetű diákokról beszélünk, akik sajátos nevelési igényű diákok, tehát egy eltérő tantervű iskolákba, vagy éppen integráltan tanulnak, de egy eltérő tanterv mentén, valamint a szociális helyzetük sem éppen a legoptimálisabb, amilyen körülmények között él az ő családjuk, döntő többségüknek. A csütörtöki asztali tenisz versenyen nem csak a hátrányos helyzetű fiatalok mérték össze ügyességüket, a szervező szövetség megmérettetése egyúttal magyar utánpótlás bajnokság is az U15 és U16 korosztály számára. A megnyitón a résztvevőket Engert Jakabné, a polgármester is köszöntötte, aki elmondta, az ilyen rendezvényeken a sport szeretete mellett fontosnak tartja a verseny összetartó, közösségépítő erejét is. Egy-egy ilyen esemény az tovább lelkesíti azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódtak be, de szívesen keresik a helyüket, és adjunk teret és szemléletet, formáljunk ebbe az irányba, hogy az egészséges életmód, a mozgás, az a sport szellem mellett egy nagyon fontos érték. A bajnokság meccsei párhuzamosan több asztalon zajlottak, az azonos megyéből érkező játékosokat pedig külön csoportokba osztották be. A verseny lebonyolításában a Kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér tagjai segítettek.